Hát gondolkoztam ezen a kérdésen, hogy azért lettem orvos. Azért lettem orvos. Azért lettem orvos. Azért lettem orvos. Nem tudom, mindig is orvos szerettem volna lenni. Minap előkerült az elsős olvasókönyvem, amiben gyöngybetűkkel bele van írva, hogy Katika tanítónéni szeretne lenni, Béruska űrhajós szeretne lenni, te mi szeretnél lenni, és oda volt írva, hogy gyermekorvos. Az első általánosban, amikor én bekerültem, akkor azt mondták, hogy rondán írok és orvos leszek. Tehát ez volt az első, hogy hívják, de nem, nekem soha nem volt más elképzelésem az életről. Mindig is érdekeltek a komplex, megoldandó feladatok. Már gyerekkoromban is a kémiai kísérletek fele terelődött a figyelmem. Világéletemben érdekelt a kicsi koromtól kezdve a biológia, az emberi test, valahogy úgy ez mindig evidens volt számomra. Hát nem gyermekorvos lettem, de azért lettem fülorgégész, mert a pácienseknek egy nagy része gyerek. 8. osztályos koromban eldöntöttem, hogy orvos leszek. Úgy gondolom, hogy azért, mert hogy édesapám is az volt, és én otthon láttam azt a rendkívüli odaadást, ahogyan ő végezte a szakmáját. Volt a családban egy orvosnő, édesanyám sógornője, aki nagyon sokat segített az embereken, ez nekem már kisgyerek korom óta nagyon imponált. Én színésznő szerettem volna lenni. A gimnáziumban, amikor ugye a pályaválasztás előtt vagy kicsúcsosodik, akkor leginkább a biológia, biokémia, genetika volt az, ami engem érdekelt, hogy egy sejt hogy működik, egy sejten belül, és erről a legtöbbet az orvosi egyetemen lehet tanulni. Volt nekem egy szuper osztályfőnököm, biológia tanár, és ez az osztályfőnököm azt mondta nekem, hogy Kati, te 4 évig szerelmes voltál, nem érdekelt téged semmi, 3-asra állsz biológiából, most adok neked egy 5-öst. A középiskolában alakult ki az, hogy mi nem akarunk lenni az egészségügyön belül, és hogy orvosira fogok jelentkezni. Egyetem választó korban voltam, 17-18 éves koromban, akkor a családom közvetlen közeli tagjai közül is 2 nagyon súlyos betegek lettek. Mindig olyan munkát szerettem volna csinálni, amivel jelentős és látható pozitív hatást tudok gyakorolni a környezetemre. Mivel nagyon fontosnak tartom, hogy az egészségi állapotot amennyiben lehet, visszaszerezzük. Gyerekként vadászpilótának készültem. A technológia, precíz, modern eljárások érdekeltek, de nyilvánvalóvá vált, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek az embereknek segíteni. Talán ez a 2 esemény, így utólag visszagondolva, ez volt a szubjektív lökés, ami hát elindított így az orvosi pálya felé. Leültem és megtanultam a biológiát, és nem nagyon jó ponttal, de fölvettek az orvosira, amit utáltam. 2 évig rettenetesen untam, és abban a percben, ahogy 3. évben közel kerültem a betegekhez, akkor már sokkal egyszerűbb volt, és én azt gondolom, hogy a világ az nagyon sokat nyert azáltal, hogy én nem lettem színésznő. És hát örülök, hogy orvos lettem. Tehát nem tudnám már elképzelni azt sem, hogy nem orvos vagyok, és azt sem, hogy nem radiológus vagyok. Beteg emberen segíteni nagyon izgalmas, és ez vezérelt a pályafutásomon, amit természetesen nem bántam meg, nagyon szeretem ma is a munkámat. Azért lettem orvos, mert mindig is nagyon érdekelt, hogy sok-sok millió sejt hogyan képes egy olyan tökéletesen működő szervezetet létrehozni, amelyik él, gondolkodik, érez és fantasztikus dolgokra képes.